ugye relatív új tudomány, ami hát Európában legalábbis a 98-as francia VB után hatolt be az akadémiai mezőnybe. Alapvetően, hogyha megnézzük, ugye, hogy hogyan működik a társadalom, az emberek mit szeretnek, illetve mi népszerű, melyek azok a népszerű gyakorlatok, amelyek nagyon sok embert megmozgatnak, akkor azt látjuk, hogy a zenei koncertek, illetve a sportesemények azok, ami a legtöbb embert mozgatják meg. Kolozsváron is ugye az Antód, illetve a CFR meccsek azok, amelyek leginkább megmozgatják az embereket. Ez azt jelenti, hogy a sport az egy olyan jelenség, ami nagyon mélyen beágyazott a társadalom szövetébe. Azt mondjuk mi szociológusok, és hát alapvetően az előadásunknak a kiinduló pontja alapvetése az, hogy a sport az egy népszerű, populáris, kulturális termék, amin keresztül igazából, ha sportot vizsgáljuk, akkor a társadalmat is tudjuk vizsgálni. Azt mondom én igazából, hogy amilyen a sport, olyan a társadalom, tehát a társadalom az hat a sportra, nyilván a sport is visszahat valamilyen módon a társadalomra. Ezért az előadás azt a célt szolgálja, hogy a diákokkal megismertesse a sportnak a társadalmi vetületeit, ezt egy multidisziplináris szempontból teszi, és hát olyan kérdésekre keresi igazából a választ, hogy például mivel magyarázható az, hogy az atlétikában, a 100 méteren a világrekorderek az elmúlt 50 évben exponenciálisan, tehát nagy mértékben növelték a rekordjaikat, hogy miért van az, hogy egy wimbledoni döntőn például az első szerva több mint 200 km/h haladt. Ennek nyilván ugye nem csak az az oka, hogy a sportolók jobbak, hanem a sportolók azért lehetnek jobbak, mert jobb az orvostudomány, jobb a technológia, jobban odafigyel a média a sporteseményekre. Tehát a teljesítmény növekedés és a társadalomnak az általános állapotok között egy magas korreláció van. Tehát ilyen kérdésekkel foglalkozik a sport szociológiája, ami hát nyilván első körben magyarázatot ad arra, hogy milyen paradigmák vannak, hogy mi a kapcsolata a sport és társadalom között, hogyan alakult ki a modern sport, milyen szerepet tölt, milyen szocializációs szerepe van, és hát tulajdonképpen mi az a mód, amin keresztül a társadalom tükröződik a sporton keresztül. Ez egy meglehetősen izgalmas és érdekes előadás, amiben a diákok aktívan részt vesznek, filmeket nézünk, dokumentumfilmeket, statisztikákat elemzünk, és hát próbálunk ennek a komplex kérdéskörnek kicsit játékosabban is a végére járni.